Immár második alkalommal kimagasló sikerekkel zajlott a Dunántúl a legnagyobb ötletverseny, az Ideaton Győr. A verseny célja a régió innovatív ötleteinek a következő szintre emelése, aminek a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara második alkalommal adott otthont. Az iparkamara elsősorban a vállalkozók érdekeit szolgálja, próbáljuk keresni azokat a lehetőségeket, témaköröket, ami a vállalkozókat érdeklik. Viszont a már vállalkozók és a vállalatokon kívül nagyon fontos célcsoportunk az a fiatal vagy ötletgazdag kör, akik szeretnének vállalkozásokat indítani, hiszen jövőben ők lesznek majd a jövő nagy vállalkozói, úgymond. Éppen ezért folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az Input programmal, a Start It Up Győr Egyesülettel, és keressük azokat a kapcsolódási lehetőségeket, hogy jöjjenek be a fiatalok a kamarába, nézzék meg, hogy itt milyen munka zajlik, miben segíthetünk nekik, már pedig abban, hogy vállalkozóvá váljanak, ebben marketing, jogi, pénzügyi segítséget tudunk biztosítani, tanácsot tudunk nekik adni. Tehát nagyon fontos, hogy ne csak a már vállalkozókat érjük el, hanem a jövő vállalkozóit is elérjük és megszólítsuk. Az ötletverseny keretében a csapatok mentorok segítségével 2-3 napig dolgoznak egy ötlet üzleti modelljének kidolgozásán, ami az idei évben javában túlszárnyalta a tavalyi első megmérettetést. Idén azt hiszem többszörösen túlszárnyaltuk a tavalyi évnek az eredményeit, illetve a csapatok és a létszám, az ötletek, amik jöttek, azok nagyon-nagyon más formával jöttek, nagyon más területről jöttek össze, és azt gondolom, hogy egy nagyon színvonalas eseményt tudtunk összerakni, és a részvevők, az ötletgazdák nagyon komoly munkát tettek ebbe a hétvégébe, hihetetlen fejlődésen mentek keresztül. Tavaly évben is tapasztaltuk, de most még jobban, még szigorúbb volt a hétvége, ugye egy nappal hosszabbra tervezték. Tegnap este volt egy pitch próbájuk, ahhoz képest drasztikus változások voltak a pitchekben, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ez így sikerült. Az ötletverseny zárásaként hirdették ki az első 3 helyezettet, akik nagyértékű díjakkal gazdagodtak, harmadik helyen a Homér csapata végzett, a képzeletbeli dobogó második fokára pedig a Game of Languages csapata állhatott. Balassa Réka, a csapat egyik tagja, az eredményhirdetés előtt úgy fogalmazott, rengeteg dolgot tanult ez alatt a 3 nap alatt. Az Ideaton a legszuperebb rendezvény, amin valaha voltam, azt kell, hogy mondjam nektek. Óriási nagy szakmai tudást tudtak nekünk itt átadni. Azt nem tudom, hogy ezt mindet meg is tudtuk-e tanulni, de rengeteg olyan dologgal találkoztam, amiről nekem fogalmam sem volt. Én tényleg nulla tapasztalattal érkeztem ide. Én nekem csak egy egyszerű kis mezei egyéni vállalkozó vagyok. Ők olyan sokrétűen és szuperül magyarázták el, hogy mi is az a startup világ, mik azok az eszközök, amikre nekünk szükségünk van, az ötletünk és az elképzelésünk megvalósulásához, hogy ez szerintem egy egyedülálló rendezvény önmagában nagyon-nagyon szuper volt, és tudtunk networkingelni, emberekkel ismerkedni, borzasztóan szuper embereket is ismertünk meg, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük Ideaton. Mit gondolsz, tudod a jövőben hasznosítani ezt a most megszerzett tudást? Igen, ebben 1000%-ig biztos vagyok. A dobogó legfelső fokára egy az egészséges életmód jegyében prezentáló csapat, az Insta Juice állhatott, akik többek között 500 000 forinttal és egy szakmai versenyre való továbbjutással ünnepelhettek. Az esemény egyik szervezője úgy fogalmazott, a bemutatott üzleti tervek közül jó eséllyel rövid időn belül sikeres vállalkozások születhetnek.